Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak, egy kis műsorváltozást szeretnénk bejelenteni. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És... Mász Gergely, azaz Gergő. Ha nem ismernétek, akkor az év bankere 2013-as díj büszke tulajdonosával vagyunk itt együtt. Krisztiánnak egyéb irányú elfoglaltságai voltak, de hála Isten vannak olyan témák, amiben Gergő épp elég járatos, és szívesen segítséget nyújt nekünk vagy nektek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Rögtön, ahogy már megszokhattátok tőlünk, menjünk távolról és haladjunk kis hazánk felé, betiltva, elutasítva. Így van, arab emírségek, már volt valamelyik podcastben róla szó, betiltották az e-cigarettát, és most lett pont a történet végén, az e-cigaretta árusítók beadványa fordultak a minisztériumhoz, hogy a tevékenységüket tovább folytathassák, de sajnos elutasították őket. Ráadásul, ami az egész dologban érdekes, hogy az indoklásukban még mindig az a WHO-s adat szerepel, ami már rég nem igaz ebben az egész játékban, vagy nem is tudom, már most politikai csatározás, meg világméretű fölfordulás, amit az e-cigaretta okozott. A hagyományos dohánytermékek kontra e-cigaretta csatározásban, és még mindig azt a nagyon-nagyon régi WHO-s állásfoglalást húzták elő az arabok a turbánjuk alól, ami ugye már tudjuk, hogy réges-régen nem állja meg a helyét. Egyébként ez nekem fura, hogy én pont arra gondoltam, vagy pont arra nem gondoltam, hogy egy ilyen távol, nem, közel-keleti országban, ahol gyakorlatilag, mint a Kressz, tudjuk milyen, akinek van két lábam, két keze, az vezethet autót, tehát így ennyire letolják az egész történetet, és akkor egy ilyet szabályoznak. Ahol évtizedekig nem, de évekig égtek az olajmezők, és akkor pont ez az, ami miatt az egészségünket kell félteni, vagy amitől az egészségünket kell félteni, nekem ez olyan fura. Egyébként az is fura, hogy a link, amit beraktál a show notes-ba, az nem él. Nem tudom, hogy idáig elérte az Egyesült Arab Emírségek döntéshozóinak a keze, de 404-es hibát dob a weboldal. Reméljük, hogy mire berakom a show notes-ba, addig ez életre kell, vagy ha nem, akkor lehet, hogy jövő héten már mi se leszünk itt. Azért azt említsük meg, hogy a dohányinfóról van szó, ahonnan elég sok e-cigarettával kapcsolatos cikket át szoktunk venni, ugye forrás megjelöléssel természetesen, és hát ezúton is aggódunk, de reméljük csak egy kis technikai probléma van a dohányinfóval. Jó, következő dolog, ami még szintén ugye a nemzetközi kitekintésben szerepel nálunk, az egy... Tehát én irigylem az angolokat. Mondjátok ti is, hogy irigyeljük az angolokat. Tehát az Egyesült Királyságban sima fogyasztói termékekre vonatkozó előírások vannak az e-cigarettára. Tehát szabadon lehet árulni, sőt, mi több, ha hiszitek, hanem gyógyszertárban is hozzáférhető, és talán, ha jól tudom, még valamilyen... Hát nem receptnek hívják ott ezt a dolgot, de fölírhatja az orvos, tehát javaslatot adhat neked arra, hogy ne dohányozzál, hanem e-cigarettát használjál. Mennyivel konformabb ez a fajta szabályozás, mint a mi szabályozásunk, amiről még ugye mindig nem tudunk semmit, és természetesen miniszterváltás előtt állva izgulunk, hogy ki fogja váltani Szócska Miklóst, majd... Valaki dörzsölte a markát. Ezen a helyen.
De találtunk egy nagyon jó összeszedett cikket, be fogjuk tenni a forrást a show notes. Az RPC a, Londonra bocsánat, gondolsz? Igen, a podcast alá, nem a show notes, a podcast alá be fogjuk tenni a forrást. Nagyon jó összeszedték, hogy mi az e-cigaretta potenciális előnye, milyen százalékos változásokat hozott a dohányzás elhagyásában, milyen lehetséges veszélyei vannak az e-cigarettának, és gyakorlatilag ők egy ártalom csökkentő termék, ó, de szépen van megfogalmazva, egy ártalom csökkentő termékként tekintenek a az e-cigarettára, és hát az egész, és az egész angol szabályozásnak a menete, illetve logikája le van írva, ami reméljük, hogy nem fog egyébként aljas módon változni az EU-s szabályozás miatt. Az a fura egyébként, hogy valahogy az angoloknál lehet, hogy azért, mert az autónak a másik ajtaján szállnak be, mert meg az út másik oldalán közlekednek. Valahogy mégis olyan észszerű, egyszerű dolgokat tudnak csinálni és jóvá hagyni. Bennem mindig az van, hogy mikor kimegyünk, vagy kimentünk, és egy autót átirattunk, az mennyiből tartott ott. Nem volt az egész szerintem egy óra papírmunkástól, és mennyi ideig tartott, mire itthon azt lepapíroztuk. Ez dettó ugyanaz analógiáját tekintve, tehát elismerik nekem, ők is, hogy szar ez is, nekem, vagy szar az nekem, is, de... Nekem az jut erről az egész dologról az eszembe, hogy vannak utak, amiken lehet járni. Tehát van az az út, amikor kipróbálod a nikotintapaszt. Van az az út, amikor elmész a biorezonanciás kezelésre. Van az az út, amikor a XY alapítvány rábeszélő sójára. Van az az út, amikor választod esetleg az e-cigarettát. És ha neked az az út jött be, hogy az e-cigarettával hagytad el a hagyományos dohányzást, és ezt az utat látod járhatónak, akkor legyen már olyan kedves, bárki, aki ebben az országban törvénykezik, hagyja meg nekem azt a jogot, hogy én azon az úton el tudjak indulni, és ha végig akarok rajta menni, akkor végig tudjak rajta menni. Miután mindenki tudja, hogy ártalmasságát tekintve jóval ártalmatlanabb, mint a hagyományos cigaretta, ezért legyen már az én felelősségem az, hogy felnőtt fejjel ezt végig gondolva erre tudjak elindulni. Én csak ennyit szeretnék, semmi mást, ennyit. Hagyjanak az úton járni. Gergő, itt van még szerinted? Itt vagyok. Gergő, azoknak, akik nem ismernek téged, mert mit tudom is, én nem járkálnak naponta föl a fórumra, azért mesélhetné te is, hogy neked hogy alakult a dohányzásból át elektromos cigarettává a történet? Hát, igazából ez nálam nagyon gyors volt. Egy szerdai napon vettem meg az első készletet. Most nem nevesítem a boltot, de lusta voltam, illetve úgy gondoltam, hogy személyesen jobban járok, így nem webshopból rendeltem. Bár ott számomra voltak szimpatikusabb termékek, de akkor ezt még annyira nem tudtam eldönteni. Hát oda mentem a boltba, ott voltam szerintem egy olyan 40 percet, 3 óra 50-kor rám is szólt az eladó, mikor már körülbelül egy olyan 30 ezer forintnyi úgy előttem volt, hogy akkor ezt hiszem, hogy ő 4-kor menne. Tehát ez is egy nagyon szimpatikus volt a részéről. Mondtam neki, hogy akár már most is elmehetek, hogyha zavarom, tehát nyugodtan el tudom máshol is költeni a pénzt. Nem is ez a lényeg. Vettem egy cigiforma szettet, illetve egy 1001-es egót, szabályozatlan egót, később, mint kiderült, egy 3 mommos Helix-el. Roppant erős volt. Egyébként, most nevetsz rajta, de akkor nekem még tényleg erős volt, úgymond. A cigi formával el voltam egy-két napig a
rendes cigivel, majd a rendes cigik elfogytak. A cigi forma önmagában nem volt elég, de venni nem akartam, hát mondom, akkor összerakjuk ezt az egót, ami a boltos szerint valami nagyon új, hülyén is néz ki, ő ezt nem ajánlja, de tehát később is kiderült, hogy úgy vonzódom a nagyobbak felé, nekem tetszett, hogy ez olyan nagy, láttam, hogy ebbe nagy akkumulátorban sok likvid fér bele, fogtam, feltöltöttem, rutinosan a patronba töltöttem, nem úgy, mint a Fira Hefner, amikor az akkumulátort akarta likviddel feltölteni, és elkezdtem pöfögni. Hát úgy voltam vele, hogy mint a cigi formával, hogy leülök a tévé elé, aztán szívom, hát csak lesz valami. Hát mondom, most aktívan kell, mert nincs cigi. Egy órát szívtam, ez 18-as leves volt egyébként, amivel kezdtem. Egy órán át folyamatosan szívtam. És utána fölálltam a rekaméről, majd visszaestem. Na ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy hát ez végül is valóban hatásos. Előtte a vízipipától volt ilyen érzésem, amikor mondjuk egy ilyen 4-5 embernek való adagot elszívtam egy másfél órás film alatt. Azzal volt szintén ilyen, hogy visszaültem inkább a fotelba, és vártam egy kicsit. Hát ezzel is. Na, akkor ránéztem, és na, akkor hittem benne. Hát utána... Mondjuk ez elegánsan ezt úgy mondják, hogy visszaültem egy picit elgondolkozni, mire gondolt a szerző. Igen, igen. Úgyhogy hát utána megjött minden. Bár egyébként el voltam ezzel az egóval és Helix-el, körülbelül egy másfél hónapig el voltam. Vettem még egy szettet, mert hát elkezdett tönkre menni, de igazából amikor már a két szettből alig maradt valami, tehát tönkre ment a töltőtől, az aksiig, a patron is, hát szétszettem, nézegettem, hogy van ebbe valami, akkor még annyira nem tudtam, hogy ez micsoda, de mondom, valami ilyen, tehát valamire rá van tekerve a fűtőszál, ugye akkor még nem tudtam, hogy ez üvegszál, de hát mondom, én ezzel most olyan sok minden nem tudok kezdeni. Aztán később, mikor már tudtam, hogy mi az az üvegszál, akkor szereztem és újra tekertem ezeket a, azt hiszem, B2-es Helix-eket. De hát ez volt július közepe, hogy megvettem, és hát ősszel már biztos, hogy akkor már ott voltak a láva, B-mod, B-max, amik éppen akkor elérhetőek voltak. És te mennyit cigit szívtál, meg miért? Hát eleinte erősebbet, tehát mindig hosszút, mert amúgy is gyorsan szívtam, tehát a hosszú se tartott addig, mint másnak a rövid. Utána, hát elmentem egyre gyengébbek felé. Tehát eleinte a hosszú piros Marlboro, hosszú piros Nudi, a végén a leggyengébb Dunhill-t szívtam, az 1.01-est. De hát ennek ellenére bőven kellett az a 18-as likvid a 3 ohmos szabályozatlan. Miért egyébként hány csomag cigi fogyott neked? Hát a végén nagyon sok. Olyan hát átlagban 2,5. Doboz. Az easy. Átlagban 2,5. Hát volt, hogy több, volt, hogy kevesebb. Hát havi szinten mondjuk, ha egy cigire fordítjuk, akkor egy próbárjára. És akkor te, ahogy átálltál, azóta, tehát nem volt ilyen átmeneti időszak, hogy cigi is, meg... Nem, soha. Tehát olyan volt, hogy valakik cigiztek, és akkor esetleg belekóstoltam, de ez mindig fintorgás közepette történt, és utána azonnal rátértem az elektromos cigire. Tehát körülbelül egy hónap után már észrevettem, hogy ha mentem az utcán, és valaki dohányzott, sőt, mert nyáron szoktam le, így az volt a legfeltűnőbb, hogy az zavart, hogy a dugóban előttem dohányzik valaki. Tehát éreztem az autómban, hogy büdös van. Uh-huh. Úgyhogy azt mondják erre egyébként, hogy a legrosszabb a leszokott dohányos ilyen téren. Kimondottan undorodtam a cigi szagától, úgyhogy kerültem is az olyan helyeket, ahol előtte jól el voltam, tehát ilyen dohányzó részlegek például bizonyos helyeken, illetve bevásárló központok ajtaja, tehát ilyen helyeken most is gyorsan megyek el. Szerűen... Ez olyan, mint a hagyma, nem? Tehát, hogyha ha te nem ettél hagymát, akkor piszkosul megérzed, hogyha ettél, akkor igen. Meg nem.
Igen. De téged mi vezetett rá egyébként? Az, hogy büdös voltál, vagy az, hogy Üdös, drága, káros, illetve hát előtte voltunk nyaralni a Balatonon, és ott például ugye ráértem, és ott különösen sok fogyott. Tehát az volt az, következő héten elmentem vidékre dolgozni, és akkor amikor onnan hazajöttem, nem mondom, akkor most van egy békésebb napom, hát akkor utána járunk, hogy akkor mit lehet tenni. Én már próbáltam előtte az elektromos cigit, tehát úgyhogy körülbelül annyira próbáltam, mint azóta a cigit. Tehát azt tudtam, hogy az e-Hulsz az nem, hanem a cigi formából kell venni valami jobb minőségűt. Igaz, hogy ez nem volt igaz, de a leszokáshoz elég volt. Mondjuk nem a cigi forma, hanem az ego. Érdekes a dolog egyébként, mert most pont előttem van egy MNO-s cikk, ahol hát ez olyan nagyon hatásvadásznak tűnik ez, hogy haláltérkép, de szó esik róla. Érdekes nagyon, mert összevetették a 2001-es és a 2010-es adatokat, méghozzá nemenkénti és megyénkénti bontásban. Mielőtt valaki azt hinné, hogy itt a háttérben fújja szél az ajtót és az nyekereg, nem, Gergő volt lusta és nem adott WD-40-et a széknek és Szivacsnak, vagy a széknek. a modokkal azokkal foglalkozok, tehát hogyha ott nyekereg egy menet, azt te ez a szék ez már elég régen csinálja. Egyébként érdekes ez a térkép, nekem azt tűnt föl főleg, hogy az ország egyik fele és másik fele között mekkora különbség van számokban. És igen, ezt akartam mondani, hogy ez kurvára nyomon lehet követni, hogy azok a régiók, ugye az elmaradott régiók mennyire magasan vezetnek, és mondjuk nézem Borsod-Abaújt, vagy hát Heves még annyira nem is, Pest megye durva, de durván durva, Szabolcs-Szatmár is. És ugye ott van egy leírás, hogy azt mondják, hogy szerintük milyen gyorsan fog a következő évtizedekben ugye nőni a daganatos megbetegedések száma, már hogy ezt állítja a WHO legújabb jelentése, és hogy a diagnózis felállítása után mennyi esélye van a betegnek a túlélésre, szerintük attól is függ, hogy ki hol élne. Mondjuk, tehát ezt ne arra fordítsuk le, aki esetleg majd megnézi, nem esetleg, mindenképp megnézi. Tehát ne arra fordítsuk le, hogyha Borsod-Abaúj megyében cigarettázom, és megállapítják, hogy rossz indulatú daganatom van, és átköltözöm mondjuk Komáromba vagy Győr-Moson-Sopron megyébe, Majd attól meg fog igen, gyógyulni. attól meggyógyulok ugyanúgy, hogy szívom tovább a mezítlábas szimfóniát, de hát itt most Komárom és Borsod között, hát durván nyolcszoros az Jó, eltérés. mondjuk itt azért még egyet vegyünk figyelembe a lakosságot. Tehát Borsod-Abaúj-Zemplén megye az többszöröse, mint mondjuk Komárom-Esztergom megye. Ha összehasonlítom De a méreteket szám mondjuk, szerint akkor is sokkal. hát az az egyik, a másik pedig ugye a Budapest az mindent ver. Hát Borsodot is. És de a levegője is, tehát hát a levegője is, igen, tehát itt nem térnek ki külön erre. de a cikk végén azért nagyon tetszett, Hát végigolvastam itt ugye a az volt, hogy cikket. tüdőrákos megbetegedések száma Magyarországon. Azért megemlíti a professzor, hogy hát igen, szóval azért a Budapesten a levegő nem igazán olyan, ami ennek lennie kéne. És ami például érdekes számomra, hogy nagy differencia nincs 10 év között. Néhol benne van egy kis eltérés, de ami számomra elkeserítő, hogy Hajdú-Bihar megyében például a nőknek is és a férfiaknak is emelkedett a száma, a tüdőrákos megbetegedések száma. Mint például Borsodban a felére csökkent a férfiaké. Hát, hogyha az összesítést nézzük, akkor az jön ki belőle, hogy egy olyan körülbelül mondjuk
15%-kal csökkent a férfiak esetében, és majdnem 10-zel nőtt a nők esetében. Igen, ez a másik fő, 2001 csak és 2010 között, tehát a az egy mindenféleképpen érdekes tendencia, hogy a nők jönnek föl a férfiakhoz képest. És ebben nincs benne még az a fajta dohányzási reguláknak a hatása, amit ami most, igen, most éri a dohányosokat, illetve igen. szerintem ebben a látens adatok sincsenek benne. Tehát az, aki nem megy el, vagy nem vallja be, vagy mit tudom is én, most az extrém példa, hogy a gyerek, mert hát a tüdőrákos gyerekkel ne nagyon találkozunk, de ez erősen a felnőtt lakosságra van korlátozva szerintem ez a táblázat. A másik, ami érdekes, hogy elgondolkoztam, hogy én, hogyha nem ilyen lenne a helyzet itthon, elcigi fronton, ez a térkép nagyon jól megmutatja, hogy hol lenne potenciális piaca az e-cigaretta boltnak, ha én e-cigaretta boltot akarnék nyitni. Nagyon jó kis Hát grafikon, és pont a Brenyóékkal beszéltem erről múltkor, hogy miért nem mondjuk a fővárosban nyitottak elsősorban boltot, és mondták, hogy ők nagyon jól megvannak azon a környéken, ahol vannak. Az egy iparváros, és borzasztó sokan szoknak le ott is, pont a cigaretta ára miatt, és térnek át erre. Még egyet belevihettek volna ebbe a térképbe, hogy ugye pont a megyék lakosságának a különbözősége miatt, hogy láthassuk, hogy ez a lakosság mondjuk hány százalékát jelenti, az még egy érdekes adat lenne. Igen, hogyha esetleg ezt nem darabszámra, hanem van még egy oszlop mellette, hogy százalékos Igen. De eloszlásban. egyébként így is látszik, hogy nagy a különbség az ország egyik és másik fele között, csak nem akkora, mint amekkorának látjuk, mert azért a lakosság is különböző. Visszatérve erre, hol kéne boltot nyitni, valamelyik nap jártam az onkológiai intézetnek a laborjába, és az tűnt föl, hogy az összes ilyen varázsló bolt az onkológiai intézettel szembe van. Igen, igen, Tehát igen. Hallod? Az összes ez a energiamágnes, gyógygomba, igen. gyógyfű, ilyen mágnes, olyan csoda készítmény, és sorba ez a Ferde utcán mész fölfelé, sorba ott vannak, oda még egy elektromos cigarettaboltot el tudnék képzelni egyébként, de gondolom jó drága a bérleti díj ez Hát miatt. az a baj szerintem, hogy igen, ez már a végső elkeseredésre hajaznak az ilyen boltoknál, és közeli tapasztalat, hogy az ember ilyenkor mindent megpróbál, csak hogy hát, ha Ez így segítsen, van, ez így de van, előbb kell így van. gondolkozni, és választani egy másik alternatívát. Vagy mondjuk nem egy arcodba petárdaként robbanó egy Hát cigarettát az választani. óriási, hallod? Én megnéztem azt a linket, amit küldtél, vagy betettetek a show notes-ba. Két dolog derült ki számomra, hogy ez egy kocsmába van, nem három, kocsmába van, nagy a kupleráj, és hogy valami fölrobban. Tehát bármit rá lehet szerintem erre a videóra fogni, majd betesszük a cikket. Egyébként mondjuk az is sok mindent elmond, hogy a mirror.co.uk oldalon van, tehát ez körülbelül olyasmi oldal, mint nálunk a Blikk, de hatalmas betűkkel van ott, hogy videó, nézd meg, hogy robban föl, és hogy lángol Pusztít egy elektromos cigaretta. rakétaként, és nyilatkozik a hölgy, aki egyébként akkora barom volt a szerencsétlen, hogy a telefonját, az e-cigarettáját egyébként utána néztem a cikk eredetiének is, illetve az ottani kommenteknek. Na most ki az a barom, aki a 650 milliamperes egóját egy 2 amperes iPad töltővel tölti, egy olyan kocsmai pulton, ami fölött a sört csapolják. Én egyébként nem derült ki nekem egyértelműen a videóból. Én frankon azt hittem, hogy ez valami
ez valami prank, és beledobott valaki egy aksit a sörbe. De frankó, tehát én nem tudom ezt így elképzelni, ez annyira életszerű. Tehát Tehát, a hello, hol töltöm a telefonom? Tehát, bakker. imádom a magyar munkaügyi főfelügyelőséget, de az bezáratta volna simán ezt a csehót ezek után. Tehát itt érintésvédelem, meg ilyenek, tehát az sehol nem Hát volt. még lehetett volna ezt fokozni, mondjuk esetleg az úszoda szélén a úszómester mellett tölteni, de... És a sör nem rázott. Tehát, na, szóval. Nekem egyébként az alapvető problémám az ezzel a videóval, hogyha én most a Nokia-t szeretném lejáratni, és írnék erről egy cikket, hogy ez egy Nokia telefon, a hölgy elmondaná, hogy ez egy Nokia telefon volt, ami felrobbant, akkor mindenki ráugrana a Nokia-ra. Nem láttuk, hogy az egy cigaretta, mármint hogy elektromos cigaretta, vagy mobiltelefon, vagy bármi lehet. De számtalan ilyen eset van. Kigyulladt az autó az akkumulátortól. Nálunk annak idején a TS-be, ahol dolgoztam, ott a kombány gyulladt ki az akkumulátortól. Tehát millió dolog fő. Te a repülőgépek lezuhannak, érted? Most is eltűnt egy. Azt mégse tiltják be őket. Tehát nem tudom, ez nekem mindig olyan furcsa, hogy így rámászik a sajtó ezekre a dolgokra. Tehát emlékeztek a szájába fölrobbant az e-cigaretta, és akkor utána derült, hogy valami barom barkácsolt módjának a rövidzárlatos akuja robbant föl, és nem volt gáznyílás a csövön, meg ezért, tehát ha hülye akarok lenni, akkor lehetek az, nem? Hát persze, csak tudod, hogy az, hogy elektromos cigarettát szívsz, és ettől neked jobb, ez egy hosszú távú hatás lesz, majd mondjuk 10 év múlva. Vagy majd eldől, hogy mi lesz. Az meg, hogy az aksi fölrobban, az egy tök látványos dolog, mert mondjuk 5 másodperces videóba belefér, és aztán körbe lehet pörgetni a sajtót vele. Tehát igen, amit nagyon nehezen fölépít az ember, azt rohadt hamar le lehet rombolni egy ilyennel. És sokkal egyszerűbb, mert ugye N plusz egy, akár csak ego aksi, vagy mod, vagy tök mindegy, hogy mi. N plusz egy van, azt így gondtalanul kimondhatod, hogy elektromos cigaretta volt, és aztán így mindenki gondoljon bele, amit akar. De pont amit a Gergő mondott, fölrobban egy Nokia, jobbik esetben is elgondolkoznék azon, hogy kimerjem-e mondani, hogy Nokia, mert különben még jó esetben be is perelnek érte. Hát vicc ez az egész egyébként. Jellemzi jól ezt a cikket, hogy inkább elkezdtem nézegetni ott a Most Reading News-ban, ott az Oscar Pistorius meg a ex-barátnőjét, akit agyonlőtt. Tehát körülbelül ennyire érdekelt engem ez a nagyon látványos cikk, ahol pont a képen az van kimerevítve, ahogy nem látszik a csaj feje, mert akkora fénygömb van körülötte, hát jó. Ez az egyik, a másik, ugye Szászlónak is egy a vége, ha bárki barkácsol, az legyen már tisztában azzal, hogy mit tesz. Ugye? És most marha nagy divat az úgynevezett szubó tekerés, amiről viszont Gergely tud nekünk rettentő jó tanácsokat adni. Előtte még azért a Gergőnek csak egy pici gondolatébresztő, hogy ugye ami neki, vagy nekem, vagy neked mondjuk természetes, az lehet, hogy annak, aki most kezdi, annak nem, és csak azt látja, hogy nagy a gőze. De azért jó dolgokkal tisztában lenni, és nem a vakvilágba csinálni ezeket, úgyhogy Gergő, mesélj róla, hogy mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban. Egyébként ilyen privátokat is kapni a fórumon. Nem egy ilyen jött már, hogy miért nincs íze, miért éget, miért melegszik, hiába tekerek fél ómot, gyakorlatilag ugyanolyan, mint egy másfél ómos. Na most, hát ilyenkor én ezekre általában válaszolok, de hát nem lehet egyszerűen A-tól Z-ig kifejteni, mert ha mindenkinek aki ezt valaha föltette, most ezt elkezdeném ott leírni, tehát ez lenne vagy egy óra, amíg bepötyögöm, úgyhogy megpróbálok tömören válaszolni neki. Mondjuk a legegyszerűbb válasz az, hogy ne tekerjen ilyet, és akkor nincs gond, amíg nem jár utána a témának. De
hát mondjuk ez valamilyen szinten a lerázás. Na most az első, hogy Szavadat ne feledd. nekem mitől lenne szubó? Tehát te... Szavadat ne feledd, én most megvilágosodtam. Lehet, hogy kéne csinálni egy 10-15 perces videót. Megcsinálnánk, és akkor utána bárki neked ezt a kérdést, vagy akárki másnak fölteszi, ezt a videót be lehet linkelni, és akkor az alapvető hülyeségekkel és biztonsági dolgokkal tisztában lenne az ember. Nézd, én azt mondom, hogy egyébként ezt most itt röviden, nagyjából el tudom mondani, hogy mikre kell odafigyelni. Tehát például ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy milyen készüléke van. És akkor mond valami krómozott, rugókkal teli valamit, de az nagyon jó. Igen, Hát persze, mert nyilvánvalóan szép. nagyon-nagyon szépen néz ki, az integrált patron alá tökéletes. Na most először tisztázzuk, hogy mondjuk mit mondunk szubómnak. Mondjuk nálam a szubóm az ugye más, mint másnál. Tehát nálam az a szubóm, ami a hétköznapi alatt van. Tehát mondjuk fél óm alatt. De normál esetben mondhatjuk, hogy egy óm alatt már akár szubóm. De mondjuk, amik igazán extrémek, mondjuk fél óm alatt. Tehát, hogyha véletlenül oda lemerészkednénk, eszünkbe ne jusson valami 10 dolláros rugókkal telepakolt, hupikékre fényezett, stb. Móddal próbálkozni, mert iszonyatosan nagyot ejt. Az valahol meg fog jelenni. Felmelegszik a rugó, felmelegszik a kapcsoló. Nekem is volt ilyen, például kosz miatt, ez konkrétan a GGTS kapcsolója volt, amikor valamiért úgy döntöttem, hogy az egy ohmos Nimbus alá berakom a harmadik aksit is, és annyit tűnt fel, hogy megnyomtam a gombot, és hirtelen igencsak forró lett, úgyhogy el is engedtem, szétszedtem, nem láttam rajta semmit, szabad szemmel nem látszott, kontakttisztítóval eltisztítottam, utána jéghideg maradt. Na mondjuk az ott nyilván egy elég extrém eset, két akura nem csinálta. Tehát ez a második, hogyha van egy jó mehánk, mondjuk egy jó talpkapcsolós meha, vagy ami nyilván a legjobb, mondjuk egy tiszta rézmeha, amitől ugye sokan azért rockódnak, mert oxidálódik. Na most nálam gyakorlatilag mindegyik oxidálódva van, sokkal jobban is tetszik, nem akarok aranynak tűnő, illetve Patinás. Igen. arany színben csillogó, villogó modokkal rohangálni. Ez ilyen barnás, olyan világos barnás, sötétebb barnás, attól függ, hogy milyen ötvözetű rész, teljesen jól néz ki. Tehát ugyanez például a Provári-ban, ott van a bronz Provári, nekem a csíjum pontosan ugyanúgy néz ki, sőt, még a fogása is ugyanolyan recés, mert egy igen vastag oxid réteg kialakult a hónapok alatt. Viszont itt is fontos, hogy tisztítsuk. Nem elég az, hogy ugye letekerem a menetet, á, jól néz ki, jól néz ki. Nem, szépen kontakttisztítóval tessék őket eltörölgetni, ugyanígy a kazánnak is a csatlakozóját, a kazán szétszedni atomjaira, és mindenhol azt is, mert ott is a bekötési pontoknál például különösen fontos van, hogy ezt sima tisztítás nem oldja meg, hanem egy picit le kell polírozni, mert egyszerűen odaég a likvid is. Polírozásnál került éppen szóba, nem tudom, hogy múltkor hallgatta, de hogy én például lusta voltam most szidolt venni, és pont a kuzinak a Next-jén két borsószemnyi fokrémmel megoldottam az egészet, tehát gyakorlatilag ilyenekbe is lehet gondolkozni, nem kell itt nagy extrákra gondolni. Igen, én is volt, hogy fogkrémmel políroztam. Na de menjünk tovább. Tehát így a készülékről szerintem ennyi. Vegyünk egy jó mehát, legfőképp talpkapcsolósat. Igazából vannak egyéb érdekes mechanikusok. Nekem például nagyon tetszik a Poldiák, ami ugye ugyanolyan, mintha egy mikrokapcsolós használnánk, oldalt kell nyomni, de valójában mechanikus, gyárilag nagyon nagyot ejt. Tehát mondjuk egy tudom én, egy fél ómos kazán olyan, mint egy veszteségmentes idézőjelben, mert ugye teljes mértékben olyan nincs, mehán mondjuk egy ómos. Jó, mondjuk én ezt egy fél nap alatt reszelgettem, javítottam, így jobb lett, de ugye ott is sok az érintkezési pont. Tehát valami olyan kell, ahol nagyok az érintkezési felületek, szép, tiszták, simák, és olyan az anyaghasználat is. A következő a tekerés. Tehát
amikor kérdezem az emberünket, aki ír, hogy mégis mire tekerted a félómot? Hát egy 2 mm-es üvegszálat. Hát az édeskevés. Tehát például egy 0,2-0,3 ohmnak minimum kell, vagy akár a fél ohmnak is nyugodtan, hogyha a kazánba elfér, akkor mehet mondjuk, ha a vastag üvegszálba gondolkozunk, 2 darab 3 feles, 2 darab 2, 3 mm-es, például ami most itt éppen szívok a Typhoon GT-t, ebbe 5 darab 2 mm-es szoktam tenni, ez 0,3 ohmig tökéletesen bírja, illetve az egész kazán ki van üvegszállal bérelve, tehát adjunk jó nagy puffert, mert kell. Ugyanez fordítva nem igaz, mert ha 10 watton szeretném használni, nem lesz jó, mert nem bírja felfűteni eléggé a likvidünket. Tehát ez csak azoknak szól, akik szubómokat szeretnének használni, illetve wattánál meg különösen vigyázzunk, mert az égett watta íze az nem egy kellemes. Jaj, ne is mondjad, láttam megint a poncsónak valakibe éppen bele kellett trollkodnia, és jött a milyen wattát tegyünk bele, meg honnan tudod, hogy ami nem 100% természetes bió, az miért nem jó. Én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok nagy wattapárti, de nem egy nagy truváj egyébként a patikába elmenni, és szerintem a legutolsó vatta vételem az körülbelül 250 forint volt ezelőtt egy 8-9 hónappal, és még megvan több mint a háromnegyede, tehát ilyen összegekbe kell gondolkozni, és van egy nagy kupacnyi 100% természetes anyagból történt, vagy előállított wattát, biowatta, nevezzük akárhogy, de nincsen benne olyan anyag, ami mondjuk egy rossz tekerésnél, amit a Gergő is az előbb mondott, megégne. A biowatta is olyan, hogy tehát azt senkinek nem kívánom, hogy mikor ég, akkor azt letüdőzze, de hát ez olyan, mint a cigi meg az e-cigi, tehát a rossz meg a még rosszabb között azért van differencia. Én nem szeretnék mindenféle műanyag kemikáliával kezelt vattát, égett vattát véletlen se letüdőzni, úgyhogy ezt megpróbáljuk elkerülni. Amihez viszont vissza szerettem volna kanyarodni, mert olyan természetes neked is, másnak is, nekünk is, hogy azt mondjuk, hogy nagyot esik, de aki mondjuk most ismerkedik a története, nem biztos, hogy tudja, hogy mi az, hogy nagyot esik. Meg egyáltalán azt már csak én teszem hozzá, hogy ha már ilyenekbe gondolkoztok, hogy szubóm, akkor az a legalapabb dolog, hogy legyen az embernek egy akármilyen kis 800 forintos kéziműszere, amivel meg tudja ezt az egész történetet mérni, hogy egyáltalán milyen ellenállást tekert, mert vaktába nem pakolgatunk mindenféle dolgot rá. Ellenőrizzük, hogy egyáltalán milyen ellenállása van, nincs rövid zár, mert egy meha, azt már múltkor 2-3 adással ezelőtt beszéltük, ott nincsen tréfa, tehát hogyha valami rossz, ő nem fog neked visszajelezni. Maximum érzed, hogy meleg. Nem fog letiltani. Igen, tehát hogyha valaki érzi, hogy a módja meleg, akkor semmiképpen ne kezdje el nyomkodni a gombot, főleg ne egy nagy áramú akkumulátornál, amit viszont szerettem volna mondani, hogy az sem mindegy, hogy milyen akkumulátor. Tehát mondjuk például fél óm alatt eszébe ne jusson senkinek akár egy zöld Panasonicot, vagy bármilyen hasonló litium-ion cellát betenni. Ugye ilyenkor mondja az ember, hogy de hát kérem, hát én ezt 3000 forintért vettem, hát ez az egyik legjobb akkumulátor. Igen, de nem erre. Tehát erre sokkal jobb egy INR, vagy akár például van a Sony-nak, az FS-nek is van nagy áramú akkumulátora, illetve vannak még egyéb alternatívák. Tehát mindig ki kell számolni azt, hogy körülbelül mennyi áramot veszünk ki az akkumulátorunkból, És az és hogy ezt akkumulátor minimum kell azt tudja. csinálni. Mert mondjuk egy olyan, tehát az van, az szerepel az adatlapján, hogy 6 ampert tud folyamatosan leadni, azt ne kezdjük el 10 amperrel terhelni, mert valószínűleg nagyon rövid idő alatt meg fog halni,
szerencsés esetben szép csöndbe lassan, vagy nem olyan lassan. A másik, ami fontos, például a tekerés. Ugye, ilyen szubómokat nyilván nem kezd el az ember mondjuk egy 0,16-os kanttallal tekerni. Előnyös például a nikronhúzal, mert a méterre adott ellenállása az kisebb, mint a kanttalnak, illetve a vastagabb húzalok. De itt is oda kell figyelni, hogyha túl vastag a húzal, akkor viszont nagy lesz a tehetetlenség. Tehát megnyomom a gombot, később ízzik, illetve nagyon magas teljesítményen hamar felízik, de később is. Tehát ha elengedem a gombot, még akkor is idő még lehűl. Ezzel mondjuk könnyű segíteni, egy bizonyos szintig lehet, azzal, ha minél jobban széthúzzuk a meneteket. A másik gond az szokott lenni, hogy rossz az íze, nincs neki. Ha nincs neki, az például már az előjele annak, hogy égetni fog. Tehát ha elhalványodik az íz, akkor a következő lépcső, hogy éget. Ha nincs íz, azt jelenti, hogy kevés a léellátás. Illetve én például nem szeretem az olyan tekeréseket egyáltalán, hogy mondjuk három menetből áll. Tehát a három menettel igazán jó ízeket szerintem nem lehet kapni. Én nekem minimum a négy, de inkább az 5-6. Igen, mert ott hirtelen impulzusszerű egy pici részen, és az nem az igazi ilyen szempontból. Tehát itt mindig arra kell törekednünk, hogy és aki ezeket a gőzöket vadásza, mint mondjuk mi is, nagy felületen párologtasson minél többet egységnyi idő alatt. Igen, de azt lével is meg kell győzni. Tehát, igen. Igen, mert én nálam például ez egyébként fokozottan igaz. Ugye tudjátok, hogy főleg gyümölcsöket szívok, na most ezek kimondottan nem szeretik a hajtást. Ennek ellenére tudnak nagyon jók lenni, akár 30-40 watton is, csak egyenletesen kell őket elpárologtatni, és nem szabad azt, hogy mondjuk három menettel 0,3 ohmon elkezdem szívni, mert akkor azok a menetek irreálisan forróak lesznek, és megégeti. És ugye, és még mindig csak arról beszélünk, hogy egy tekerés van, mert az ember bele se gondol, de hogyha neki egynél több tekerése van, akkor ott már nem csak arra figyelünk, hogy legalább mind a kettő, hát nem az, hogy legalább, hát legyen ugyanolyan annyi menet szám, de egyszerre izzon, egyszerre hűljön, kb. A felülete ugyanakkora legyen, ha nem ugyanakkora, vagy nem egyszerre izzik, akkor az egyik már éget, a másik még nem. Esetleg, ha olyan, mint az Origen, ezúton is szeretném megköszönni a tesztre kapott Origen Fifika, nagyon fincsi volt, akkor az egyik oldalról hamarabb elfogy a lé, mint a másikról. N plusz egy variáció van, amire, és ezt most akkor két tekerésről beszéltünk. Nem négyről, nem nyolcról. Igen, illetve amivel még könnyű ugye elrontani, hogyha vagy laza, vagy szoros a tekerés. Tehát ne lógjon, meg lehessen benne mozdítani az üvegszálat. És ami fontos, hogy a bekötési, tehát amikor bekötjük, akkor arra figyeljünk oda, hogy ne húzzuk meg a két szélén a két menetet, mert akkor középen hiába jó, ha oldalról nem tud levet kapni. Hát ez olyan, mint mikor a slagnak illetve, elfogod a szélét. A legfontosabb, ezt sokan nem értették régen, hogy én miért fúrom fel a bullikat. Hát azért, mert egy 1 mm-es levegőlyukkal lehet pöfögni mondjuk 8-9 watton. A fölött nem. Tehát hiába tekernék meg tökéletesen mondjuk egy drip kazánt 0,3 ohmra, van egy hatalmas pufferem, ugye ott a léellátás is adott, mert belecsepegtetek, tehát mondjuk például annál a legegyszerűbb, akár ilyen nagy teljesítményűeket, mert ott nem kell azzal játszani, mint egy tankosnál, hogy folyik, nem folyik, tehát belecsöpögtetek, akkor van lé. Viszont, ha mondjuk elkezdeném mindezt, például, amit a hétvégén, mondjuk azt te nem tudtad kipróbálni azt a kazán, Charlie, szerintem biztos nagyon sajnálod, az a felszolgálóknak is tetszett a 0,4 ohmos ripperem. Láttam a videót. A Nikónak a dupla akus módján. Na most az ott két darab kettő és feles levegőjukon kapott levegőt. Ha mondjuk ott lett volna két darab, mondjuk
1 milliméteres levegőlyuk, akkor nagy valószínűséggel az égett vattától a sluknak már az ötödénél kiköptem volna a tüdőmet, mert biztos, hogy nem bírta volna. Tehát lényegében a teljesítményhez kell hangolni a levegőt, ha nagy a teljesítmény, sok levegőt igényel. Ez egyébként analógiájára pont ugyanaz, amit a tűzoltók is mondanak, hogy mi kell a tűzhöz. Kell oxigén, kell éghető anyag, és kell valami, ami a tűz átadja. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.